Sziasztok! Németh Kristóf vagyok. Sokan ismerhettek a tévéképernyőről, de most nem ezért vagyok itt. Úgy döntöttem, hogy elindítom saját YouTube csatornámat, ahol megmutatom a mindennapjaimat, a családomat, a barátaimat, a kollégáimat, a kulisszatitkokat, és ahol teljesen őrült tartalmakat is láthatsz. Szerintem ütős lesz. December 30-a van, tehát még két nap van vissza ebből az idei esztendőből, 2019-ből, aztán pedig megkezdődnek a 20-as évek. Itt mögöttem a Táncsics Mihály gimnázium látható. Ebbe a gimnáziumba is jártam annak idején, hiszen lényegében három gimnázium volt, ahová nem jártam, hiszen magántanuló voltam javarészt a gimnáziumi éveimben, de azért ez volt az a hely, amit talán a legjobban szerettem az összes közül, és itt azért volt egy osztályom. És itt nagy szerelmek is szövődtek. Egy legendás műintézmény volt a Ketrec, nem tudom, van-e még Ketrec, ez volt az a hely, ahol a diákok letehették a cuccaikat reggel, átvehették a cipőjüket, hogyha éppen azt akartuk, letettük azokat a tanszereket, amikre éppen nem volt szükség. A Ketrecben minden osztálynak volt egy különálló kis része, és ez egy tanármentes övezet volt, amivel mi természetesen rendre vissza is éltünk annak rendje és módja szerint, úgyhogy a Ketrec az nagy titkok tudója volt, meg talán még ma is az. Egyszer be kell menni majd a suliba, lehet, hogy meg fogom csinálni, kicsit körülnézni, hogy mennyit változott az elmúlt évtizedekben. Most pedig indulok tovább, megyek be a Fórum Színházba, a próbatermünkbe, hiszen készítjük elő Kulcsár Lajos Love.hu című romantikus vígjátékát Lengyel Ferenccel és Kis Anna Laurával, ők a főszereplői, és a Hadszín Teátrumban fogjuk 2020. február 14-én, tehát azt gondolom meglehetősen stílusosan Valentin napon bemutatni ezt a romantikus vígjátékot. Remélem, hogy találkozunk majd a színházban is. Itt vagyok a Remíz étterem előtt, egy rendhagyó találkozóra kerül sor. Rendhagyó annyiban, hogy mindenképpen kevesebben leszünk, mint az elmúlt években, és hagyományszerű abban a tekintetben, hogy az Egykori Szomszédok című televíziós sorozat szereplői rendre szoktunk találkozni egymással, és megbeszélgetni azt, hogy kivel mi a helyzet, feleleveníteni néhány régi történetet a forgatás időszakából, vagy éppen elbeszélgetni a jövőről, hiszen mostanában felreppent a hír, hogy lehet, hogy lesz folytatása a Szomszédok című sorozatnak. Erről én sem tudok többet, meg én most egészen másban vagyok érintett, ugye ezt mindenki jól tudja a drága örökösökben. Tehát, hogy mi lesz, azért az engem is nagyon érdekel, és erről a mai napon majd valami információt fogunk szerezni. Hát, ki tudja, én drukkolok a csapatnak. Drága barátom, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki komolyan vette a meghívást, meg volt is a lehetősége, hogy legközelebb vegyetek komolyan fotókat. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Ki is van nála, vigyázz! És akkor át is adnám a szót az alkotónak, hogy mondjon pár szót. Hát nagy beszédet nem fogunk tartani, de miután most azért néhányan itt vagyunk, szeretném, hogyha megbírkoznátok a közeli jövő összes információjával, amit át fog zúdulni Szomszédok ügyben. Valójában az történt, hogy egymás 335. rész, 9900 műsorperc, több mint 1000 nap forgatás, 1400 szereplő és 5-6 millió néző két hetente, ha csak a legfontosabb számokat említjük. A Szomszédok új filmnyelvet hozott létre, a teleregényt. A hétköznapokról szólt rólunk, 32 évvel ezelőtt indult és 20 éve szünetel. Az alkotók és a művészek közül néhányan már az égitársulat tagjai, de a többiek itt élnek közöttünk, folytatódik a történetük, egyelőre nyilvánosság nélkül. A 332. résszel részben emlékezni szeretnénk a 13 évig tartó sorozatra, felvillantjuk a forgatás néhány vidám és emlékezetes pillanatát, bemutatunk néhány sosem látott felvételt a művészek munkájából,
Másrészt a főszereplőkkel a sorozat értékeit kutatva eljátszunk a gondolattal, mi lenne, ha folytatódna. Ez már a szilveszteri készülődés, az első lépés az, hogy rendbe hozatjuk a sérót. És íme a végeredmény. Hát én szerintem ez már szilveszteri haj. Én így szeretem, de az édesanyám nagyon nem szereti, ha ilyen rövid a hajam. A kisfiam szintén nem szereti, mert ugye a nagy kisfiam, Lóci, ő azt mondja, hogy hosszan jobb a hajam, amikor göndör. Ezt nem is értem. Anyukámnak volt az a mániája egyébként kamaszkoromban. Szóval én így szeretem, de még ki is tud nőni egy picit, mire ismét majd színpadra megyek, vagy forgatni fogok. Úgyhogy tulajdonképpen a kedves nézők nem fognak tapasztalni semmifajta változást. Én viszont legalább egy picit jól érzem magam a rövid hajammal. Boldog új esztendőt kívánok mindenkinek! Január 2-a van, és ez az év is elindult. Itt a Fórum Színház irodájában mindenféleképpen, hiszen perceken belül elkezdődik majd a próba, idebent a próbahelyiségünkben Lengyel Ferenc és Kis Laura Anna főszereplésével a Love.hu című új bemutatónkra készülünk, ami egy űrbemutató, egy új magyar romantikus vígjáték. Fantasztikus lesz a Hadszín Teátrumban február 14-én, tehát Valentin napon jövünk ezzel a produkcióval. Ezt készítjük elő, és persze rengeteg irodai munkát, hiszen ebben az esztendőben a Fórum Színház megerősödve egy kibővült csapattal nagyon sok meglepetéssel fog majd elétek jönni, mindenféle programokkal, mindenféle ötletekkel. Én azt gondolom, és abban mélyen hiszek, hogy korszakalkotó dolgokat fogunk idén csinálni. Csodálatos volt a szilveszter, csodálatosak voltak az ünnepek, tulajdonképpen szinte pont úgy sikerült minden, vagy még jobban, mint ahogyan tervezgettük annak idején. Fantasztikus adventi időszak, rengeteget voltunk együtt a családdal, a kisfiammal, Leventével, nagyfiammal, Lőrinccel és a feleségemmel, Zitával. És persze voltak mindenféle rokonlátogatások, családlátogatások, barátaink jöttek, mi is mentünk, úgyhogy fantasztikus volt. Sokat ettünk, és viszonylag keveset sportoltam, amiért korholom magamat, de most majd elindul ez is. Néhányszor voltam teniszezni, és most a hétvégén is megyünk már a feleségemmel, mert egy-egy órára rámerjük már bízni a 6-7-es elmúlt gyermekünket a nagymamájára. Úgyhogy ilyenkor kimegyünk Szentendrére, és amikor időnk engedés, amikor meg tudjuk ezt tenni, akkor elmegyünk és teniszezünk egy jót. Úgyhogy ennek is eljött most már az ideje. És ami egy nagyon-nagyon fontos hír, hogy a mai napon, tehát január 2-án estétől újra elindul a Drága Örökösök az RTL Klubban, úgyhogy jövünk vissza Ökörapáti történeteivel folyamatosan minden hétköznap este az RTL műsorán. Sziasztok! Lóci azt mondja, hogy villámlott a háttérben, hát semmit nem lehet látni, talán hamarosan elkezd felkelni a nap, még csak a város fényei vannak mögöttünk, megint hajnali óra van, január legeleje, boldog új évet mindenkinek, és Lócikám most indul síelni 2 napra, még a szünet utolsó napjait kihasználva, most az édesanyjával, úgyhogy én viszem őt az édesanyjához. Én megyek egy reggeli televíziós műsorba beszélgetni a színházunk legújabb bemutatójáról, meg minden egyéb kérdésről, aztán indul a nap a Fórum Színházban. Aztán délután, kora délután jövök haza a kis családom másik feléhez, és onnantól már itthon leszek. Neves vendégünk Németh Kristóf, jó reggelt kívánunk, színművész, a Fórum Színház igazgatója. Jó reggelt, reggelt. Neves televíziósok közé érkezni minden reggel. Öröm az embernek. Ugye? Zuzska a Fórum Színház. Tehát a születések éve volt sok szempontból, egyrészt legfőképpen megszületett Levi, másrészt mert a Fórum Színház az én vállalkozásom is születőfélben van, újjászületőfélben olyan szempontból, hogy új bemutatóra készülünk. Február 14-én, tehát Valentin napon fogjuk bemutatni Kulcsár Lajos Love.hu című művét, ami egy új romantikus magyar vígjáték. Hogy találtátok? Ez úgy volt, hogy azon az éjszakán, amikor meghallottam, hogy az egyik budapesti konkurens színházunk elvitt egy színházi jogot, amit szerettem volna megcsinálni, és akkor azt mondtam, hogy basszus, gyorsabbak voltak, meg ügyesebbek, és elkezdtem színdarabokat keresni. Vannak színházi ügynökségek, akik kirakják azt, hogy milyen színdarabokkal foglalkoznak.
és előző nap került ki egy színdarab, tehát valószínűleg elsők között láttam és olvastam és kértem el a példányát. Ez volt Kulcsár Lajos kollégánknak, mint ez kiderült később, akkor én még nem tudtam, egy csodálatos színműve, amelyben egy idősebb férfi egy fiatalabb leánnyal összeakad egy internetes társkereső oldalon, megbeszélik az első randevút, miután kölcsönös szimpátia alakul ki közöttük, és elküldenek fényképeket, a pasi egy 20 évvel korábbit, a lány egy sokkal szexibbet, mint amilyen ő valójában, tehát nagyon leképez mostani történeteket, és találkoznak egy fehérvári szállodában, Lengyel Ferenc és Kis Laura Anna játsszák a főszerepeket, két kiváló színészről van szó, hogy milyen, amikor ők először találkoznak, és aztán ahogy kifejtődik, mint ahogy a hagymáról így lejönnek a különböző rétegek, itt is kiderül az hogy kik ők valójában, hogy milyen közös múltjuk lehet adott esetben, milyen titkaik vannak-e közös titkaik, és lehet-e közös jövőjük. És erről szól a Love.hu című előadásunk, hogy 14 6 színteátrumban, tehát a Gálvölgyi Dorka által nagyszerűen vezetett színházba tudunk mi vendégeskedni, addig, ameddig meg nem építjük a saját színházunkat. Ez most az a hetedik az kerületi, a mi a helyzet? Ezek hetedik kerületi tervek, és nagyon remélem, hogy az én tervem az meg tud valósulni, és ott valóban fel tudunk építeni egy színházat. Bérbe vettem egy önkormányzati ingatlant, amelynek a úgynevezett birtokba adása, amikor átadja a kulcsot, óraállásokat, ez nem történt meg. A kettő között történtek az önkormányzati választások. Ja. Most akkor előről kezdődik? Kell tovább magyaráznom? Mm. Én végtelenül bizakodó vagyok a tekintetben, hogy a kultúra egy olyan ügy, amelyben messze a kulturális érdekeket lehet elsősorban szem előtt tartani mindenhol, és akkor színházat fogunk építeni. Köszönöm, hogy velem tartottál! Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, és írd le kommentben a véleményedet. Hogy ne maradj le, iratkozz fel! És persze kukkancs be hozzám az Instagramra és a Facebookra is!